Ez az a pécsi belvárosi szórakozó hely, ahol ittak a gyanúsítottak és kerültek erősen ittas állapotba idén nyáron, júniusban. Itt volt ekkor a két későbbi sértett is, akik az est folyamán nyíltan vállalva szexuális irányultságukat együtt táncoltak és többször csókolóztak is. A sértettek a hajnali órában gyalog indultak haza a szórakozó helyről, majd az utca elején a sarkon megálltak, beszélgettek, illetve ölelkeztek. Ezt követően vette észre őket a két vádlott, akik szintén gyalog indultak el a szórakozó helyről. A két vádlott oda ment a sértetthez, az egyik őjük mind a két sértetnek a lábát kirúgta, megrúgta, az egyik az egyensúlyát el is veszítette. A két sértett fiatalember megpróbált elmenekülni, azonban a vádlottak követték őket, és a belvárosi üzletháznak a bejáratánál érték őket utol. Ekkor az egyik vádlott olyan nagy erővel ütötte meg az egyik sértettet, hogy ez elveszítette az eszméletét is, de bántalmazta a másik sértett fiatalembert is ez a vádlott, ebbe a bántalmazásba pedig a társa is bekapcsolódott. 1995-ös és 2000-es születésű Pécs környékén élő férfiak voltak az elkövetők. A két támadó közül a fiatalabb volt az, aki súlyosabban bántalmazta a 30-as éveikben járó férfiakat. Az eljárás adatai szerint a vádlottak a két sértett fiatalembert szexuális irányultságuk miatt bántalmazták, így a cselekményük közösség tagja elleni erőszak büntet megállapítására alkalmas. Ennek büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés, az ügynek az elsőrendű vádlottját azonban az ügyészség súlyos testi sértés büntettével is vádolja, mivel az egyik sértetnek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket okozott. A járom csontját törte el az orvosi látlelet szerint, amihez nagy erejű ütést kellett bevinnie. Éppen ezért az ügyészség letöltendő szabadságvesztést kér az elsőrendű vádlatra, míg társa a felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszhatja az erőszakos támadást.